1817. március 2-a, ekkor született egyik legnépszerűbb költőnk és balladaírónk, névadójuk születésének 200. évfordulójáról a győri Arany János iskolában is megemlékeztek. Ez egyfajta összetartást az iskolának, tehát egy identitást képez, a gyerekeknek a együvé tartozását adja meg. A másik oldalon pedig Arany János egy olyan példakép lehet a gyerekeknek arra, hogy nehéz sorból hogyan lehet felküzdeni magát, arra, hogy amikor valaki sikereket ér el, akkor továbbra is meg tudjon maradni embernek, egyszerű embernek, közvetlen embernek, hogy Arany János nagyon jó példakép nekik. Én nagyon örülök, hogy ebbe az iskolába járhatok, és ez egy nagyon jó iskola, és erre büszke is vagyok. És hát meg azért ez a 200 év, ez egy elég nagy, úgymond jubileumi év. Tablók, plakátok díszítik az aulát és a falakat, és a lépcső sem mindennapi. Az alsós osztályokhoz Arany János életének legfontosabb momentumait olvasva lehet feljutni, a felsősök lépcsőjét pedig a toldi sorai díszítik. A gyerekek készítettek plakátokat, földíszítették az iskolát. Ma reggel egy rövid megemlékezés, illetve műsor volt, ezt követően pedig 2 órában az alsósoknak játékos versenyek voltak, a felsősöknek pedig egy totó. Egy ünnepséget rendeztünk arra, hogy Arany János 200 éve született, és tablókat csináltak az osztályok. A mi osztályunk az Arany János Családi Kör című verséből csinált tablót. Mind a 13 verszakot leírtuk, és színes illusztrációkat csináltunk hozzá. A kisebbek játékosan kerültek közelebb Arany János munkásságához. Ezek a gyerekek például a családi körrel kapcsolatos feladatokat oldottak meg. Az üres vonalak azért vannak oda húzva, hogy rajzoljál le. A családi kör első 2 verszakát fogod rajta látni, és minden üres helyre úgy rajzoljál, hogy felismerjem. A gyerekek pedig Toldi Miklós bőrébe is belebújhattak. Ahogyan aranyhőse a petrencés rudat, ők úgy tartották a tesibotot. A versenyben az nyert, aki a legtovább mutatta az irányt. Arany János a magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb alakja. A ballada Shakespeare-jének is nevezik. A jubileum alkalmából pedig a költő születésének napján kezdetét vette az Arany Emlékév rendezvénysorozat az országban.